Sziasztok! Engem Szajkó Péternek hívnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szavária Műszaki Intézetének vagyok harmadéves gépészmérnök hallgatója, és egy hallgatói projekt keretében fogok rövid videókat készíteni a Microsoft Project szoftver használatáról. Amint a megosztott képernyőn is láthatjátok, a Microsoft Project 2007-es szoftverrel fogunk megismerkedni. Videóim során kétféle szakirodalmat fogok használni. Az egyik a Microsoft Project 2002 lépésről lépésre című könyv. Ennek szerzője Carl S. Catfield. Ez egy nagyon jó könyv, véleményem szerint. Ha tehetitek, akkor az egyetemi vagy közkönyvtárból kölcsönözzétek ki, vagy vásároljátok meg. Nagyon sokat tud segíteni, hogy el akartok mélyülni a szoftver használatában. Ebben található egy mintafeladat, egy mintaprojekt. A videó készítése során ezen a mintaprojekten fogok végighaladni, ez alapján fogom nektek bemutatni a szoftver működését. Ezen kívül egy másik szakirodalom lesz segítségemre, ami egy magyar szakirodalom, ez Szentirmai Róbert könyve. A címe vállalati szintű projektirányítás Microsoft Office Project 2010 segítségével. És akkor kezdésként röviden beszéljünk arról, hogy mi is az a projekt. Mitől lesz egy projekt? Mit jelent az maga, hogy projektmenedzsment? Nagyon sokat használjuk ezeket a szavakat a mai világban, modern világunkban, és nagyon sokszor helytelenül, ezért fontos tisztázni az alapfogalmakat. A projektet az ISO 8402-es szabvány definiálja, ezt is Szentirmai Róbert könyvében találhatjátok meg. A projekt egy egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus követelményeknek beleértve az idő, költség és erőforrás korlátokat, megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és kontrollált tevékenységet csoportja. Ez a definíció, ez kicsit bonyolultan hangzik. Egy másik szabvány az ISO 10006 ismérveket állít fel arról, hogy mitől projekt a projekt. Ezeket is felolvasnám nektek. A szervezet ideiglenes és a projekt élettartamára alakították. A projekt számos esetben egy nagyobb projektstruktúra részét képezi. A projekt célkitűzéseket és termékjellemzőket folyamatosan lehet meghatározni és elérni a projekt ideje alatt. A projekt eredménye lehet egy termék, egy vagy több egységének megteremtése, projekt tevékenységek közötti viszony összetett is lehet. Hogyha más ismérvekről akarunk beszélni, vagy egyszerű nyelvre szeretnénk ezeket lefordítani, akkor fontos először is kiemelni, szerintem ez az egyik legfontosabb ismérve, hogy jól behatárolhatóan kell egy kezdő és végidőpont. Tehát a mindennapi munkánk nem számít projektnek abban az esetben, hogyha annak nincs egy jól meghatározott kezdő és végdátuma. Ezen kívül nagyon fontos, hogy erőforrásokat rendelünk a projekthez, tehát valamit feláldozunk azért, hogy ez a projekt sikeresen záruljon. Ezen kívül egyedi feladat, és ugye adott minőségi és kockázati szintet kell tartani, és fontos, hogy amiről beszéltem is, hogy az erőforrásnak és a költségigénynek tervezhetőnek kell lenni. Valamint, amit a szabvány is kimond, hogy a szervezetét erre az időtartamra ideiglenesen alakítják meg. A projekt résztvevői, a stakeholderek, akik ugye érdekeltek a projekt sikerességében, különböző érdekeltségi szintek vannak, lehet ugye tulajdonos, aki érdekelt a projektben, lehetnek projektmenedzserek, a projekt vezetői, és ha itt tartunk, itt említeném meg a projektmenedzsment definícióját, ezt az elsőként említett Carl S. Catfield könyvéből emelném ki. Ő így ír
A projektmenedzsment tulajdonképpen nem más, mint bizonyos alkalmazott tudományok gyakorlati felhasználásának művészete. A projektmenedzsment tulajdonképpen módszerek és eszközök összessége, melyek lehetővé teszik a különböző szervezetek célorientált irányítását, a folyamatok tervezését és a bekövetkező események várható hatásainak előzetes felmérését, valamint a szükséges intézkedések megtételéhez szükséges információk szolgáltatását. A többi fogalomra és definícióra majd munkánk során fogunk kitérni. Elsődlegesen ebben a videómban még szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan épül fel maga ez a szoftver. És a főbb nézeteket mutatnám be nektek. Először is, amint láthatjátok, és már említettem is, ez egy 2007-es Office termék, aki használt még ilyet, annak szembe tűnik, hogy nagyon hasonló a felépítése, mint egy Word, PowerPoint, Excel programnak, így valószínűleg használata sem fog túl nagy fejtörést okozni a kezdő felhasználónak sem. Először is én beimportálnék egy már elkészített sablont. Ezt úgy tudjuk megtenni, amint láthatátok, hogy a File új parancsra kattintunk, és a sablonok közül a számítógépen lehetőséget választjuk, veszünk egy projekt sablont, egy teljesen minden jelenleg, hogy melyiket nyitjuk meg. Én most a lakásépítés projektet választom. Ezt azért importálom csak be most nektek, hogy látható legyen az, hogy hogyan épül fel egy ilyen projekt. A következő videómban, amint már említettem, el fogunk kezdeni egy saját mintaprojektet elkészíteni. Amit most láthatunk, ha a nézetfőre megyünk, a Gantt diagram van kitipálva, tehát jelenleg a Gantt diagram nézetet látjuk. Itt láthatunk tevékenységeket, a tevékenységekhez időtartamot rendelve, kezdési és befejezési dátumot, valamint megelőző tevékenységeket és erőforrásokat. A megelőző tevékenységekről és az erőforrásokról külön videót fogok nektek készíteni, tehát erről most nem beszélnék. A tevékenységeket csoportosítani tudjuk, egymás aláfölé rendeltségi viszonyt tudunk meghatározni, és így olyan úgynevezett blokkokat tudunk létrehozni. Amint láthatjátok, ez a struktúra itt a jobb oldalt látható Gantt diagramban meg is jelenik. Ez egy olyan projektet nyitottam meg, amiben nagyon sok mérföldkő van. A mérföldkő egy olyan jól definiálható pont, amelyen meg tudjuk nézni azt, hogy hogy állunk a projekttel, hol tartunk az egész munkánkkal, és hogy igazából csúszásban vagyunk-e, jó időben vagyunk-e. Az előre elkészített projektterv alapján láthatjuk azt, hogy hogy tudjuk tartani a projekttervet, szükséges-e plusz erőforrás hozzárendelés, és még nagyon sok mindent. Említek egy mérföldkövet, ami például, és példához, hogy ameddig nincs meg a betonozás, addig nem tudunk másnak nekiállni. Tehát az egy mérföldkő lehet, hogy az alap kész, a ház alapja kész. Vagy például itt láthatjátok, hogy a különböző engedélykérések benyújtva, ezek is mérföldkövek, mert ugye szükségesek ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni a projektben. Ezen kívül több nézet közül is tudunk választani. Ilyen nézet például a naptárnézet. Én ezt egy nagyon hasznos nézetnek tartom. Minél bonyolultabb egy projektünk, annál nagyobb segítségünkre van a naptárnézet. Itt láthatjuk tevékenységekre lebontva, hogy az adott napon mit kell elvégeznünk, és láthatjuk azt is, hogy kinek kell elvégeznie, tehát milyen munka jellegű erőforrás rendeltünk az adott tevékenységhez.
Ezen kívül, amit még mindenképpen megemlítenék, és a későbbiekben részletesen fogunk róla beszélni, az az erőforráslap. Az erőforrás lapon különböző erőforrásokat tudunk fölvenni, munkatípusú erőforrásokat, valamint anyag- és költségtípusú erőforrásokat is. Amint látjátok, ehhez a projekthez csak munkatípusú erőforrást rendeltünk hozzá, és itt az erőforrásoknak különböző tulajdonságait láthatjátok. Amit még ebben a videóban említenék, és később ezzel is részletesen foglalkozunk, egy pillanat, és már lehetőségem is lesz rákattintani az eszközök munkaidő módosítása lehetőségre. A munkaidő módosítása, mint lehetőség, ez egy olyan lehetőség, amiben meg tudjuk adni, hogy az adott erőforrásunk, az adott dolgozó, az adott vezető mikor dolgozik és mikor nem. Ki tudunk rendelni szabadságokat, valamint munkaidőt tudunk módosítani. Most itt először fölvennénk egy kivételt ehhez a projekthez, amint láthatjátok 2021. március 10-e van, és ugye, amint jól tudjuk, március 15-én hétfőn nem dolgozunk a nemzeti ünnep miatt, ezért március 15-ére fölveszek egy kivételt nemzeti ünnep néven, a részleteknél módosítom a beállításokat, a szabadidőt választom ki, és beállítom azt, hogy évente ismétlődjön, tehát minden március 15-e munkaszüneti nap legyen a hatályos a törvényekkel egyeztetve. Ebben a videóban röviden ennyit szerettem volna nektek bemutatni. A következő videóban a tevékenységek felvételéről, mérföldkövek meghatározásáról és a megelőző tevékenységekről, valamint a tevékenységek egymáshoz kapcsolódásáról lesz szó. Sziasztok! A második részben a tevékenységek felvételével és a tevékenységhez kapcsolódó adatok beállításával fogunk foglalkozni. Amint említettem már, egy mintaprojektet fogunk végigvinni a videók során. Ez a mintaprojekt a Microsoft Projekt 2002 lépésről című könyvben található, az első 6 fejezetben. Ez a mintaprojekt nagyon jól bemutatja, hogy miért fontos jól megtervezni egy projektet, valamint a szoftver használatában is alapszintű tudást megadja. A tevékenységeket, amiket a könyv definiál, azokat én már beírtam, ezek a következőek. Előmunkálatok, forgatókönyv összeállítása, forgatási lapok összeállítása, helyszínek kiválasztása, meghallgatások, forgatás, próba, videóvágás, az anyag előkészítési további munkához. Tevékenységet úgy tudtok felmenni, hogy egy üres sorra álltok, és a tevékenység nevéhez beírjátok az adott tevékenységet, amire gondoltok. Ez például az utómunkák is lehetnek. A megjelenítését ennek is nagyon méretre állítom. És amint beírtam ezt, megjelenik az időtartam, azt, hogy egy nap kérdőjel. A kérdőjel azt jelenti, hogy ez egy becsült időtartam, minden tevékenységnél egy napra állítja be a szoftver az időtartamot. Erre, hogyha ide tartintunk ebbe a cellába, akkor ezt meg tudjuk változtatni. Az fontos tudni, hogy nem csak napot, hanem órát, hetet, percet, vagy akár hónapot is megadhatunk. Attól függően, hogy ez az adott tevékenység mennyi időt fog felemészteni. Vagy, hogyha kettőt kattintunk az adott sorra, akkor megjelennek a tevékenység adatai, és itt is be tudjuk írni az időtartamot. Én ezt az utómunkáknál most nem fogom módosítani. Azokhoz a tevékenységekhez, ahova szükség volt, én már felvettem az időtartamokat. A forgatás és az előmunkálatok tevékenységhez nem vettem még fel időtartamot. Ezt meg fogjátok látni, hogy miért volt fontos. Amint jobboldali Gantt diagramban láthatjátok,
Minden egyes tevékenység ugyanazon a napon kezdődik. Ezt tudhatjuk, hogy nem helyes, hiszen a forgatókönyv előállítása, összeállítása és a videóforgatás az nem kezdődhet ugyanazon a napon nyilvánvalóan. Ezt a későbbiekben a megelőző tevékenységek segítségével fogjuk megoldani. Azonban mielőtt erre rátérnénk, szeretnék fölvenni egy mérföldkövet. Hogy mi is az a mérföldkő, azt egy rövid hasonlattal jellemezném, hogyha az egész projektünk egy vonatút, akkor a tevékenységek, amiket már felvettünk, az az állomások közötti út, a mérföldkövet pedig az állomások. Ugye a tevékenységekhez időtartamot rendelünk, mert bizonyos munkamennyiségre van szükségünk ahhoz, hogy ezeket a tevékenységeket teljesíteni tudjuk. A mérföldkövek pedig azt jelzik, hogy elérkeztünk egy adott állomásra, a projekt már egy bizonyos készültségi szintet elért. A következőképpen fogok felvenni egy mérföldkövet, mint új tevékenységet. Hogyha a meghallgatások után szeretném felvenni, akkor a következő sorba kattintok, és jobb klikkel az új tevékenységre megyek. És így beszúrja a meghallgatások után és a forgatások elé a tevékenységet. A tevékenységünk az előmunkálatok elkészültek lesz. A méretét ennek is módosítom, hogy jobban látható legyen. Az időtartomát pedig 0 napra állítom, és amint ezt megtettem, látható, hogy a Gantt diagramban a jele ennek a tevékenységnek módosult, és egy mérföldkő lett, amihez már dátumot is rendelt a szoftverünk. A következő dolog, amit meg kell tennünk, az a megelőző tevékenységek lesz, amint már azt említettem. Többféleképpen adhatunk meg megelőző tevékenységeket. De először is röviden arról, hogy mi is az a megelőző tevékenység. A tevékenységeket egy projekten belül egymás után egy kezdési időponttal, vagy egy befejezési időponttal szoktuk definiálni. Tehát vannak olyan tevékenységek, amiknek egyszerre kell befejeződniük, vannak olyanok, amiknek egyszerre kell kezdődniük, és vannak olyan tevékenységek, amik időbeli egymás utáni sorrendet követnek. Ezt a sorrendet tudjuk megadni a megelőző tevékenységgel. Az elsőként a harmadik tevékenységhez kattintok, forgatási lapok összeállítása, és ide beírok egy kettest, ami a forgatókönyv összeállítása című tevékenység. Amint ezt megtettem, már látszik is, hogy egy kapcsolat jött létre a két tevékenység között a Gantt diagramban, valamint a forgatási lapok összeállítása tevékenység kezdési és befejezési dátuma is módosult. Ez annak köszönhető, hogy a kapcsolat miatt később tud elkezdődni a tevékenység, hála Isten ezt a szoftver magától kezeli. A másik megadási módja annak, hogy megelőző tevékenységet állítson be, az szintén a dupla kattintás, és a tevékenységet adatainál a megelőzőket kiválasztva, azonosítóval vagy a tevékenység nevével meg tudjuk adni a kapcsolatot közöttük. Ehhez most a 3-as tevékenységet fogom hozzárendelni. A típust azonnal önmagától beállította befejezés-kezdés típusra. Ezt tudjuk itt módosítani az előbb felsorolt lehetőségekkel. Van a befejezés-kezdés, kezdés-kezdés, befejezés-befejezés, valamint a kezdés-befejezés. Ez utóbbit azért nem említettem eddig, hiszen ez a projektjeinkben nagyon ritka módja a megelőző tevékenység megadásának. Az eltérés a kettő között jelenleg 0 nap. Ez a befejezés kezdés esetén azt jelenti, hogy az előző tevékenység befejeződése és az új tevékenység kezdete között mennyi időnek kell eltelni. Erre egy jó példa az, hogyha például a betonozást egy építkezésnél befejeztük, a betonnak száradási időre van szüksége, tehát a következő tevékenységet mondjuk csak egy héttel később tudjuk elkezdeni,
Jelenleg ebben az esetben nincs szükségünk eltérést beállítani, tehát leokézom, és jó is lesz a megelőző tevékenység. Folytatva a sort, ezeket egymást követő tevékenységekként összekapcsolva, a Venn diagram szerint is megadjuk a kapcsolatokat. Valamint a mérföldkőhöz is tudunk megelőző tevékenységet kapcsolni, ezt is fogjuk tenni, és így az előmunkálatok részben egymást időben lineárisan követő tevékenységeket hozunk létre. Az előmunkálatokra már többször is így egyben hivatkoztam, és most meg is nézzük, hogy hogyan tudjuk a tevékenységeket csoportosítani. Ennek kétféle módja van, a fentről lefelé, vagy a lentről felfele csoportosítás, attól függően, hogy milyen adataink vannak a projekttervezésekor. Tehát megvannak az apró kis résztevékenységeink, amiket el kell végezni, és ezeket próbáljuk meg összerakni egy csoportba, vagy különböző csokrokba, így fogalmazok inkább, vagy megvannak azok a fő tevékenységeink, amiket mindenképpen el kell végezni, és ezekhez később hozzárendeljük azokat az altevékenységeket, amelyeket ebben definiálunk. A csoportosítást a következőképpen tudjuk megvalósítani. A második sortól az ötödik sorig kijelölöm a sorokat, és itt található jobb nyíl segítségével, vagy az Alt-Shift jobbra billentyű kombinációval behúzom ezeket az előmunkálatok alá, így látjátok az előmunkálatoknak az időtartama módosult. Az elején ezért is nem adtam meg neki időtartamot, hiszen a fő tevékenységeket az altevékenységek időtartamainak összege fogja megadni, természetesen a megelőző tevékenységek sorrendjében. Ezért is fontos, hogy a kapcsolatokat tudjunk rendelni a tevékenységek közé. A forgatási rész esetében ugyanígy járok el, valamint az is látható, hogy az utómunkák lesznek a harmadik csoportban. Látjátok, a forgatásnál még két nap a teljes tevékenységi idő, hiszen a jelen beállítások szerint a próba, a videóforgatás és az anyag előkészítése további munkákhoz egyszerre is teljesülhet. Ezen most változtatni fogunk. És magához a fő tevékenységhez fogok megelőző tevékenységet beállítani. Tehát a forgatások csak akkor kezdődhetnek el, ha az előmunkálatok már elkészültek, tehát a mérföldkövet fogom megadni, mint megelőző tevékenységet. Ezzel a kezdés és befejezési időpontok már mindenhol módosultak. A próba idejét szintén az előmunkálatok mérföldkövéhez fogom beállítani. A videóforgatást ezután, és az anyag... Elnézést, itt most belefutottam egy hibába. Nem a 7-es, hanem a 8-as tevékenységhez kell kötnöm, hiszen összefoglaló tevékenység nem kapcsolható a saját altevékenységéhez, tehát a forgatáshoz a videóforgatást nem tudjuk kapcsolni, ezért a 7-est itt javítom 8-asra, és így már is javul. Valamint az anyag előkészítése további munkákhoz, ahhoz kivételesen nem egy befejezés-kezdés típusú tevékenységet adok meg, hiszen az a videó forgatással együtt már elkezdődhet. Ezért egy kezdést adok meg, viszont egy nap eltéréssel, hiszen az első napon már készítenek videóanyagokat, és ezekkel az anyagokkal már el tudunk kezdeni dolgozni, amikor a videóforgatás még megy.
ezen kívül még a különböző tevékenységekhez hozzá tudunk fűzni megjegyzéseket. Ezekben a megjegyzésekben plusz információt tudunk adni a projekt résztvevői számára. Én most a meghallgatásokhoz fogom azt beírni, hogy a meghallgatások egyesével történnek. Ezzel plusz információt tudtunk adni a dolgozók részére, valamint hivatkozást is tudunk megadni az adott tevékenységhez. Ez lehet egy létező fájl vagy weblap, a dokumentum adott pontja, egy új dokumentum vagy egy e-mail cím. Abban az esetben, hogyha egy internetes címet adunk itt meg, akkor például a jelentkezési űrlapot is be tudjuk hívni, és meg tudjuk nézni, hogy kik jelentkeztek az adott meghallgatásra. Ezen kívül még ebben a részben egyetlen dologról szeretnék beszélni, ami nem más, mint a projekt időtartamának vizsgálata, amit a projekt adatai fülön tudunk megnézni, hiszen itt láthatjuk a kezdési és befejezési dátumot is. A következő videóban erőforrásokat fogok létrehozni, és az erőforrásokhoz különböző attribútumokat, tulajdonságokat fogok hozzárendelni. Ebben a videóban az erőforrásokról lesz szó, azokról az erőforrásokról, amelyeket hozzárendelünk a projektünkhöz, azokról az erőforrásokról, amik segítik a projekt megvalósítását. Az előző videóhoz képest láthattok a rangdiagramban módosítást. Vettem fel plusz tevékenységeket, hogy a projekt az befejezetnek tekinthető legyen az utolsó mérföldkővel, így az utómunkák részt is fölvettem. Úgyhogy aki velem együtt halad, az ezt a részt is legyen szíves bemásolni, mert ezt később használni fogjuk a projektben. Aki kivette az általam az eddigi videókban említett könyvet, ő tudja használni azt is a tevékenységek létrehozására. A 6. fejezetben találhatók meg ezek a tevékenységek, hogy miket kell felvenni. Ezután váltanék is az erőforráslapra. Az erőforráslapom, amikor megnyitjuk, alapból üresen jelenik meg, azonban én ezt az erőforráslapot a könyv segítségével, a könyvből vett példák alapján már kitöltöttem, hogy így könnyebben végig tudjuk nézni, hogy miről is van itt szó. Különböző típusú erőforrásaink vannak a projekt során, ez 3 típusba sorolja a szoftverünk, munka, anyag és költség típusú erőforrásokra. A munka típusú erőforrást tovább tudjuk mondani több csoportosítás szerint. Az első csoportosítás szerint ezt felbonthatjuk emberekre, mint dolgozókra, valamint olyan használati tárgyakra, berendezésekre, esetleg szobákra, vagy bármire, amire szükségünk van a projekt során. Itt láthatóak ilyenek is, ez a 600 wattos reflektor, a reflektorkészlet, kamera, vágólabor, valamint a DVD, mini DVD felvevő. Ugye ezeket a munkánk során használjuk, ezért ezeknek is felmerül használati ideje, ezért tartoznak a munkatípusú erőforrásokba, és nem az anyagtípusú erőforrásokba, hiszen véges mennyiség áll belőlük rendelkezésre, és egyszerre csak a megadott mennyiséget tudjuk használni. A személytípusú erőforrásokat tovább tudjuk bontani. Vannak azok az erőforrásaink, akiket név szerint adunk meg. Ők úgymond nélkülözhetetlenek a projektünkben, ők név szerint szerepelnek benne. Ők általában a projekt érdekeltjei a stakeholderek. Ezen kívül megadunk még olyan szereplőket, akiket nem nevezünk meg, hanem egy adott foglalkozást, munkakört nevezünk meg, és ezzel helyettesítjük a személynemet. Ebben az esetben a
maga a munkakör az a fontos a projektünk számára, és nem a személy kiléte. Tehát a reklámfilm projektünkben nem az a lényeg, hogy ki a két villanyszerelő, hanem hogy van villanyszerelő. Most már így lelőttem egy titkot, hogy azt mondtam, hogy két villanyszerelő. Amint láthatjátok, a villanyszerelő maximális mennyisége 200%-ra van állítva. Ez azt jelenti, hogy 2 darab villanyszerelőnk van. Tehát a 100%-os beállítás azt jelenti, hogy egyszerre egy ember érhető el. De az az egy ember 100%-ban ezen a projekten dolgozik, ezzel van elfoglalva. A megnevezett név szerinti erőforrások nem lehetnek többek, mint 100%, hiszen ezek csak egy embert takarhatnak. Valamint 100%-nál kevesebbek lehetnek, ahogyan itt látjuk Jókuti Gábor esetében, ő az egyetlen egy név szerint megnevezett munka típusú erőforrásunk, aki 100%-nál kisebb mennyiségben áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy ő a munkaideje csak 50%-ában foglalkozik ezzel a projekttel, 50%-ában mással foglalkozik. Ha 100%-nál nagyobb a szám, akkor ahogyan említettem, az minden esetben azt jelenti, hogy több emberünk van az adott feladatra. Valamint ugyanúgy értelmezhetjük ezt berendezések esetén is. Tehát ez azt jelenti, hogy 3 darab mini DVD felvezünk van, összesen 4 darab 600 wattos reflektorunk, 1 reflektorkészletünk, 2 kameránk és 1 vágólabor áll rendelkezésünkre. A következő, amiről még mindenképpen szeretném beszélni, azok az anyagtípusú erőforrások. Amint azt láthatjuk, az anyagtípusú erőforrásokban maximális mennyiség nincs, viszont alapdíj van. Ez azt jelenti, hogy a videószalagokra vesszük fel a reklámfilmet, és a videószalagok ebben az esetben 30 percet tudnak felvenni, és mindegyik 500 forintba kerül, és így ezt a projekt költségvetésénél meg kell adnunk, hogy milyen olyan anyagokat használunk fel. Amiről itt szeretnék még szót ejteni, az a felmerülés, hiszen jelenleg az van bent, hogy ez a videószalag egyenletesen merül fel. Ez azt jelenti, hogy miközben vesszük fel a dolgokat, aközben folyamatosan fogy a videószalag, és folyamatosan újat vásárolunk. Ezt át tudjuk állítani kezdéskor, illetve befejezéskor lehetőségekre. A kezdéskor az nagyjából azt jelenti, hogy a projekt kezdetekor veszünk annyi videószallagot, amit a szoftver kiszámol nekünk, hogy szükségünk lesz rá. Ezeket megvesszük, kifizetjük, és a projekt kezdetekor ezt a likviditásunkkal már fedeznünk kell. A befejezéskor az pedig az úgynevezett hitel alapú eseteknél jó példa, hiszen addig biztosítja nekünk a vágólabort egy nagyobb cég, és a végén kell majd fizetnünk a használat után. Ezután nézzük meg, hogyha már volt róla szó, az alapdíjakat. Az alapdíjakat többféleképpen adhatjuk meg. Megadhatjuk úgy, hogy egy hétre szóljanak, egy órára, egy napra. Ezek közül mind a 3 lehetőséget láthatjátok felsorolva, hiszen Varga R. Gábornak az alapdíja heti, míg Jánosi Eriknek órában van kifejezve, és a vágó labor használata az 20 000 forint per nap. Amit még itt észre lehet venni, és fontos is észrevenni, hogy a reflektorkészlet és a kamera az 0 forint per hétre van állítva, ami lehetne 0 forint per óra. Ez azt jelenti, hogy az egy saját erőforrásunk, nem kölcsönözzük, nem vásároljuk, és így a használata ingyenes a projektünkben. Ezen kívül, amit még említenék, az a projektnaptár. És ezek közül minden egyes erőforráshoz rendelünk alapnaptárat. 3 darab alapnaptár van felvéve a szoftverünkben, ezeket
nézzük is meg. Most jelenleg mindenkinek a szabványos alapnaptár van beállítva. Ezt a projekt, elnézést, az eszközök munkaidő módosítása lehetőségnél tudjuk megtenni. Itt kiválasztjuk a szabványos naptárat, és megnézzük, hogy mit tartalmaz. A szabványos naptár hétfőtől péntekig tartalmaz munkaidőt, 8 órától 17 óráig, déltől 1 óráig ebédszünettel. Ezt tudjuk módosítani, vagy új naptárat tudunk létrehozni adott esetben. Van a 24 órás naptár, ami a hét minden napján, minden pillanatban rendelkezésünkre áll az adott munkajellegű erőforrás. Ezt általában a berendezésekre, tárgyakra szoktuk beállítani, ahogyan azt hamarosan meg is fogjuk tenni. Ezen kívül van az éjszakai műszak, ami több részre van bontva. Ez 23 órakor kezdődik, és reggel 8 óráig tart. Abban az esetben, hogyha ezeknek nem megfelelőek, akkor hozhatunk létre új naptárat, és azt is be tudjuk állítani az adott erőforrásainkhoz. Azt megmutatnám, hogy itt is tudunk állítani minden egyes dolgozóhoz, minden egyes munkajellegű erőforráshoz külön naptárat, ám ezt nem így célszerű megtenni. Visszamegyek, és amint említettem, azokhoz a berendezésekhez beállítom a 24 órás naptárat, amik mindenkor elérhetőek számunkra. Megnézzük a Varga R. Gábornál a beállítási lehetőségeket részletesen. Varga R. Gábor nevére kattintva megadhatjuk az e-mail címét, a csoportját, a kódját, ez nagyvállalatoknál egy nagyon fontos rész. A költségeknél többféle díjtáblát tudunk beállítani, ez azért fontos, hiszen ő dolgozhat többféle beosztásban az adott projektünkben, többféle minőségben, és lehet, hogy különböző munkákért különböző fizetés jár neki. Tehát, hogyha ő rendezés és videót is vág, akkor a rendezésért valószínűleg nagyobb összeget kap, mint a videó vágásért, és ezt egy B, C, D, E naptárban tudjuk beállítani. Megjegyzéseket is tehetünk hozzá, valamint egyéni mezőket is rendelhetünk Varga R. Gáborhoz. A foglalás típusa lehet lekötött vagy tervezett, ebből általában a lekötöttet szoktuk használni, és amit még szeretnék megmutatni, az a munkaidő módosítása lehetőség. Itt ugyanaz az munkaidős rész jön fel, kiválaszthatjuk Varga R. Gáborhoz az alapnaptárat, ezt a szabványosan hagyom, viszont Varga R. Gábornak a jövő hétre szabadságot fogok beírni. Ennek megadjuk a dátumát, a kezdő dátumát és a befejező dátumát, és így tudjuk kezelni azt, hogy ő ebben az időszakban nem lesz elérhető. Ezt itt le is okézom. Abban az esetben, ha olyan munkaszüneti napot kell beállítanunk, ami minden erőforrásunkra vonatkozik, akkor azt az előbb már megismert munkaidő módosítása lehetőségnél tegyük meg. Itt is kiválasztjuk a szabványos projektnaptárat, és március 15-ére nemzeti ünnepként fel fogom venni a kivételnapot. Valamint ehhez be fogok állítani egy ismétlődést, amit a részleteknél tudunk megtenni. És itt az ismétlődést éventére állítom, hiszen minden év március 15-e nemzeti ünnep nekünk. És itt látható az, hogy
a kivételeket nem csak szabadidőként lehet megadni, hanem munkaidőként is, és azt is be lehet állítani, hogy mondjuk adott napon valaki délután fog orvoshoz megy, akkor a munkaidejét csak a délelőtti 8-tól délig lehetőségre állítjuk. Köszönöm szépen a figyelmeteket! A következő videóban az erőforrások hozzárendeléséről fogok beszélni a tevékenységekhez. Sziasztok! Ebben a részben az erőforrások hozzárendelését tevékenységekhez fogom megmutatni. Először is módosítsuk el az erőforrás lapunkat. A naptárakat már átállítottam alapnaptárra mindenhol, és az előzőekben felvett szabadságot Varger Gáborhoz most töröljük ki. Ezt a következőképpen tudjuk megtenni. Egy dupla kattintás után a munkaidő módosítására megyünk, majd a szabadságot kijelölve kitöröljük azt. Ezután leokézzük. Ezután én vissza fogok váltani a Gantt diagram nézetre, ahol már a felvett tevékenységeink vannak a projektben, megelőző tevékenységekkel és a tevékenységek csoportosításával. Először is vegyünk fel a forgatókönyv összeállításához egy embert. Ebben a fejezetben el fogok térni az erőforrások hozzárendelésével a könyvhöz képest, hiszen jelenleg annyira az nem fontos a tanulásunk céljából, hogy melyik tevékenységhez melyik erőforrás fogom hozzárendelni. Először is hozzá fogom rendelni Varga R. Gábort a forgatókönyvek összeállításához, valamint mondjuk Jánosi Henriket a forgatási lapok összeállításához. Ezután láthatjuk, hogy az ő nevük majd meg is jelenik a kondiagramban. Ezután válasszunk ki minden tevékenységhez egy-egy személyt, aki azért felel. Fontos itt kiemelni, hogy a mérföldkövekhez nem szoktunk erőforrást rendelni, hiszen, amint azt már említettem, itt igazából munkavégzés nem történik, hanem úgymond elérkezünk egy állomáshoz. Folytatom a kiválasztást az embereknél, és itt erre figyeljünk, hogy ugyanazt az embert válasszuk ki a videóforgatáshoz, és a sajnos itt kitörlődött egy tevékenység, ezt a hibát már orvosoltuk is, és így most már minden látszik is. A finom vágáshoz is vegyünk föl erőforrásokat. És itt a mérföldkövön szintén nem fogok erőforrást felvenni. Nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha a Varga R. Gábor mellé fölveszek valaki mást is a forgatókönyv összeállításához, ezt úgy tudom megtenni, hogy ide kettős pont után kiválasztok egy másik kollégát is. Miután ezt leokézom, a tevékenység hirtelen megváltozott, és 5 napról 2,5 napra módosult. Ez annak köszönhető, hogy ilyenkor a szoftver úgy gondolkodik, hogy ha egy ember 5 nap alatt tudja elvégezni azt a munkát, akkor 2 ember 2,5 nap alatt is el tudja végezni ezt a munkát. Azonban ez nem minden esetben igaz, sőt a projektes esetén a legtöbb esetben ez nem is igaz. Ezt át tudjuk állítani többféle módra. Konkrétan 3 darab mód közül választhatunk. Az egyik az időtartam csökkentése, a tevékenység korábban fejeződik be ugyanannyi munkaóra, vagy a teljes munkamennyiséget növeljük, több a munkaóra, változatlan az időtartam,
vagy a napi munkamennyiséget csökkentjük változatlan időtartam és teljes munkamennyiség. Én ebben az esetben a teljes munkamennyiség növelését fogom választani. Hogyha megnézzük a részletes leírást az erőforrások lapon, akkor láthatjuk, hogy Varger Gábor és Jánosi Henrik is föl van véve, mind a ketten 100 egységgel. Itt ezt az egységet tudjuk módosítani 150, esetleg 50 egységre. Ezen kívül itt is tudunk hozzáadni erőforrást, ez esetben mondjuk Jós Bélát, azonban ezt a lehetőséget azért nem szeretem én személy szerint, mivel így nem adja meg automatikusan a költséget hozzá. Jóskuti Gábor az egyetlen kolléga, aki nem 100%-ban, hanem csak 50%-kal dolgozik a projektben, ezért a szoftver automatikusan őt 50%-ra tette. Ezt én most módosítani fogom 100%-ra. Ebben az esetben is több lehetőség között választhatunk, vagy az időtartamot módosítjuk, vagy a teljes munkaóra számot igazítjuk az erőforrásokhoz és az időtartamhoz. Én ez utóbbit fogom választani. Eddig embereket vettünk föl, mint munkajellegű erőforrásokat. A videó forgatáshoz fel fogok most venni a munkajellegű erőforrás mellé anyagjellegű erőforrást, valamint egy másik típusú, egy berendezés típusú munka jellegű erőforrást. Ez a kamera lesz, és ebből kamerából 200 egységet fogok hozzárendelni a tevékenységünkhöz, valamint videószallagot is rendelek hozzá, ebből pedig egység darabszámra adom meg, 10 darab videószallagot rendelek hozzá. A költségeket így még nem tölti ki, amit az előbb is említettem, leokézom, utána vagy ki kell választanom ismét, hogy az időtartamot csökkentem, vagy a teljes munkamennyiséget növelem. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy nem választhatjuk az időtartam csökkentését, hiszen a kamera, mint munkajellegű erőforrás, nem helyettesítheti a kollégát, az embert a munkában. Tehát a kettőnek egyszerre kell jelen lennie, úgyhogy a teljes munkamennyiség növelését választom ebben az esetben, és az időtartam marad állandó. Ha visszamegyek az előző fűre, akkor már a költségeket szintén helyesen kitölti a szoftver. További lehetőség még az erőforrások simítása. Ez az eszközök erőforrás terhelés simításánál érhető el. Itt automatikusan vagy kézzel tudjuk simítani az erőforrásokat. Ez egy nagyon hasznos dolog, így a túlterhelt erőforrások elkerülhetőek, és optimalizálni tudjuk a projektünket. Ez minél inkább szükséges abban az esetben, ha nagyobb projektekről beszélünk, ebben a projektben ez nem feltétlenül szükséges, így ezt most nem is fogom elvégezni. A következő videóban a jelentésekről fogunk beszélgetni. Sziasztok! Ebben a videóban formázási beállításokat tekintjük át, valamint a jelentéseket. Először is azt szeretném megmutatni nektek, hogy van lehetőségetek különböző oszlopot beszúrni ide a Gantt diagramba. Ugye jelenleg a tevékenységet neve, időtartam, kezdés, befejezés, megelőző tevékenységek, valamint az erőforrások nevé vannak beszúrva. Hogyha ide kattintotok, akkor oszlop beszúrása lehetőséggel tudtok kiválasztani különböző mezőket, amiket be tudtuk szólni oszlopnak. Nagyon sok ilyen lehetőség van. Amit én szeretnék ebben a videóban bemutatni, az a WBS lehetőség, amit én most be is fogok szólni. És itt látjátok, csoportosítva a tevékenységeket,
mint az első fő tevékenységet egyes számmal, azon belül lebontva 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Az első mérföldkövünk az 2-essel szerepel, és a forgatás szerepel 3-assal. Ez azért van így, mert jelenleg az előmunkálatok elkészültek mérföldkő, az nincs behúzva az előmunkálatok alá. Ezt most megteszem, és amit látjátok, egyből módosult is a számozás. Ezen a számozáson még tudtok változtatni a projekt WBS kód megadása lehetőséget választjátok, és itt a különböző szinteken különböző sorrendeket tudtok megadni. Én most ezt át fogom állítani. Az első szinten rendezett nagybetűk lesznek, a második szinten pedig rendezett számok, és hogyha ezt elfogadom és leokézom, akkor már is látjátok, az 1-es, 2-es, 3-as főtevékenység helyett ABC főtevékenység lehetséges. Amint mondtam, már nagyon sok oszlopot be lehet szórni. Ezen kívül van még egy másik lehetőség, hogy különböző nézeteket hozzatok létre. Egy egyszerű mód, ez a tábla a nézet menüben, a táblát kiválasztva, különböző lehetőségek közül választhattok. Ebből én most jelenleg az összefoglalásra fogok rámenni, és egy kis módosítás után, valamint formázás és szépítés után be tudjuk állítani, hogy minden látszódjon is nekünk, és ebben az összefoglaló nézetben a tevékenységek neve, időtartam, kezdés, befejezés, készültségi szint található, valamint költség és munka, tehát ugye egészen más attribútumokat találhatunk itt meg. Ki fogok választani még egy másikat, ez a költség, itt egyértelműen a teljes költséget, valamint az eltérést és a fennmaradó, még ki nem fizetett költségeket láthatjuk. Így ugye, ha létrehozunk egy projektet, minden osztály más tud megvizsgálni ebben, más tud megvizsgálni a controlling osztályunk, más tud megvizsgálni a tervezési osztály, a beszerzési osztály, valamint ugye azok, akik részt vesznek a projektben. Ezen kívül itt még láthatjuk az ütemtervet is. Itt ugye a késői kezdés, késői befejezés, meg szabad tartalékidő és teljes tartalékidő lehetőségeket látjátok. Ezután szeretném nektek megmutatni a nyomtatási képet, hiszen a projektjeinket ki is tudjuk nyomtatni. Itt oldalt is tudtok beállítani, hogy álló, fekvő lapra nyomtassa, milyen margóval, milyen fejléccel, milyen jelmagyarázattal, valamint a nézet, a menüben is több állítási lehetőség van, például azt, hogy a lap összes oszlopát nyomtassa, és ugye itt alul található is egy jelmagyarázat, és valamint a projekt neve és a dátum, amikor ezt nyomtatták. Ezen kívül különböző jelentéseket tudunk létrehozni a projektetről, ami a jelentések lehetőséget kiválasztva följön egy párbeszéd ablak, ahol 6 alap jelentés típus közül választhatunk. Vannak az áttekintő jelentések, a jelenlegi tevékenységekről jelentések, költségjelentés, hozzárendelés jelentés, munkaterhelés és egyéni. Ezeket érdemes egyszer végignézni az összeset, mivel különböző dolgokat tudunk beállítani, viszont összefoglalóan én most az áttekintés jelentést mutatnám meg. Itt is a kijelölés után több lehetőségünk van választani. Van a projekt összefoglalás, felső szintű tevékenységek, kritikus tevékenységek, mérföldkövek, valamint munkanapok. Ebből most a projekt összefoglalását fogjuk átnézni.
és akkor itt látható is a projekt összefoglalása, ahol látjuk a dátumokat, tehát a kezdő és befejező dátumot, az időtartamokat, a munkaórákat, és itt ebből láthatjuk is, hogy 200 munkaóra van ütemezve, és ebből még 200 munkaóra hátra van, tehát a projektünk készültségi szintje jelenleg 0%, ezt majd a következő videóban fogom részletesen elmondani, valamint látjuk azt, hogy összesen jelenleg mekkora költséget emésztene fel a projektünk, de ugye ezek mind tervezett költségek. Jelenleg ugye ezekből még semmit nem fizettünk ki, tehát a tényleges soroknál mind nulla van, hiszen egyelőre csak tervünk van. Ezek a jelentések leginkább a terv-tény összehasonlításra nagyon jó. Például a költségnél a költségvetésnek a terv-tény adatait tudjuk összehasonlítani. És hát ugye itt láthatjuk, hogy összesen 364.800 forint költségünk lenne ebben a projektben. Ugye jelenleg ez a projekt egy MPP néven fut, azonban ehhez is tudunk különböző attribútumokat beállítani. Ezt a file tulajdonságok résznél tudjuk, és itt a projekt adatlapját tudjuk beállítani, és itt a cégnevet át is fogom írni, reklám film BT-re, és ezt beállítva már meg is jelenik nekünk a projekt összefoglalásában a cégünk neve. Ezen kívül, hogyha egy másik jelentést választok ki, ami esetleg több oldalas, akkor itt tudunk lapozni, majd ezután ezt ki is tudjuk nyomtatni, ki tudjuk választani a tartományt, ahogy szeretnénk nyomtatni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a következő videóban pedig a nyomonkövetésről fogunk beszélni. Sziasztok! Most a projektek nyomonkövetéséről beszélünk pár szót, ezt nézzük meg. Először is, hogy nyomon követhető legyen a projektünk, be kell állítanunk egy alaptervet. Ha az alaptervet akkor állítjuk be, amikor már végeztünk a projektünk tervezésével, kész van a tervünk, és jön a megvalósítási fázis, és hogy abban nyomon kövessük, először beállítjuk az alaptervünket. Ezt az eszközök nyomon követés, alapterv beállítása lehetőséggel tesszük meg. A hatókört azt jelenleg a teljes projekten hagyom, és ezzel látszólag nem történt semmi, de az alaptervet sikerült beállítanunk. Ezután a nézet tábla részén, amit már az előbb is néztünk, az eltérést választom ki, és itt láthatjuk, hogy a kijelölt kezdési dátumaink, valamint befejezési dátumaink mellett megjelenik az eredeti kezdés és eredeti befejezés. Tehát az első két oszlop az a tervezet, a kezdési és befejezési dátum, a második kettő oszlop az pedig a valódi megvalósult kezdési és befejezési dátum, és ezek között eltérések vannak, a kezdés között és a befejezés között napokban adja meg a program jelen esetben, hogy mekkora az eltérésünk. Ahhoz, hogy ezt láthassuk, először is a tevékenységeknél meg kell állítanunk készültségi szintet. A forgatókönyv összeállítása a terv szerint 2021. 3. 17-én már elkészült, tehát ennek a készültségi szintjét 100%-ra állítom. Ezután váltok nézetet,
és nyomonkövetés nézete megyek, és ebből láthatóan már a fő tevékenységnek és a készültségi szintjét 42%-ra állította át, hiszen az altevékenységek közül időben ez a tevékenység tette ki a 42%-ot, és ugye a Venn diagramban is megváltozott a nézet, hiszen az elkészült tevékenységeknek más a megjelenítési módja, mint a tervezett tevékenységeknek. A forgatási lapok összeállítását is 100%-ra fogom állítani. Valamint a helyszínek kiválasztását is. Fontos megjegyezni, hogy amint láthattátok, készültségi szintnél nem csak 100%-ot tudunk megadni, hanem meg tudunk adni adott készültségi szintet is, például 25, 30, 45, 50, 60%-ot. Az altevékenységeknél is, és így fog módosulni a fő tevékenységnél és a készültségi szint. Hát köszönöm szépen a figyelmet, remélem több új dologgal meg tudtalak ismertetni titeket az alapszintű projektkezelésben a Microsoft Project 2007 segítségével.